Jelenleg az ötödik pozíciót foglalja el az Alba Fehérvár a magyar kosárlabdabajnokság felsőházában, sorrendben a szombat a Szolnok, a körmendése a sopron előzi meg őket. A legutóbbi négy mérkőzésből csak egy végződött győzelemmel az említett négyes ellen. Tíz nappal ezelőtt a Fehérváriak a szolnokot győzték le 98-85-re hazai pályán. Felsőházat nem kezdtük valami jól. Kikaptunk kétszer utána, nyertünk a szolnok ellen maga biztosan, és egy nagyon fontos meccset a Sopron ellen sajnos elveszítettünk. De még mindig van esélyünk a negyedik hely megszerzésére, és ezzel együtt a hazai pályás előny kiarcolására rájátszásba, úgyhogy ez lesz a célunk a hátralévő négy meccsen. Lukács Norbert kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy szerintem mi kell ahhoz, hogy a csapat ismét nyerő szériába lendüljön. Mindenképpen a hazai meccseket be kell húzni, ugye még lesz a körmend elleni, meg a sopron elleni. Nehéz meccsek lesznek, ugyanúgy, mint eddig is voltak, de hogyha 40 percig koncentrálunk és megfogadjuk a utasításokat szerintem lesz esélyünk a győzelemre mindkétszer. A körmend a jelenlegi szezonban egy győzelem és két vereség az alba A legutóbbi egymás elleni találkozó fehérvári szempontból 98-as vereséggel végződött. Ahhoz, hogy a csapat győztesen tudja elhagyni a pályát a többi közt agresszív védekezésre, valamint a helyzetek precíz kihasználására lesz szükség. Kulcs lesz az ellenfél két amerikai irányítójának kikapcsolása. Agresszív védekezés kell rájuk, nem engedni könnyű kosarakat gyors indításból, ne dobjanak ebből ennek igazából. Ha őket tudjuk limitálni, és nem engedni Ferenc sok triplát dobni, akkor igazából meg lesz minden esélyünk a Az Alba-Fehérvár körmendőszecsapás holnap este 6 órakor kezdődik az Alba Régia sportcsarnokban.